már elmentünk párszor, folyik a bontás. Meg tudom előzni a villamost, ez most megáll. Megyünk a Schwedenplatzra. Hogy menjünk a Schwedenplatzra, hogy lássatok is valamit? Hogy szeretnétek? Gondolkozzunk, de mindig ugyanott menjünk. Mehetnénk a kis zegzugos utcákon, de az meg pont nem jó irányban vannak. És nehogy csúnyán nézzenek rám az emberek, hogy miért nem kereszt szerint haladok. Lesz itt árnyék? Legyen árnyék, legyen árnyék. Nem sok. Kutyus is hogy megy ott az árnyékba? Ha ennyire nincs forgalom, akkor megyek. Mindenki átment ott a piroson. Itt sem nagyon van árnyék, de legalább zöld. Zöld! Látszik a Stephansdom. Akár sétálhatnék a Grabenen. Nem lenne sokkal hosszabb, és ott legalább árnyékba lennék. Na, mindjárt kitalálom, de most tolni kell, mert ez nem sokára. Igen. Ez már nagyon piros. Bocsi, de még nem engedte a forgalmat a lámpa. Jaj. Zöld van, emberek. Zöld. Jaj, menjünk már, mert nem fogok átérni. Szeretnék átérni. Yeah! Opera. Osztogatnak innivalót. Ott osztogat a fantás lány. Na mindegy, most nem állunk meg. Ezen a részen nem osztogat a fantás lány. Ahó, itt nincsen nap. Majd nincs árnyék. A francba. Hát akkor nem fogok sokat lenni itt. Nem, itt egy kicsi árnyék. Ezt állok, hogy a rendőrbácsi nehogy csúnyán nézzen rám. Aztán majd több árnyék lesz itt. Na jó, akkor. Haladjunk tovább! Bocsi, hivatalosan itt ért véget a sétáló. De a haladás miatt. Ne hűljön ki a kaja! Na merci, adsz helyet? Adsz helyet? Hát ezt kicentisztük. Mutatnék nektek kis utcákat, ilyen olaszos, zegzúros utcákat, de... Szerintem pont nem jól.
tudnék belemenni szabályszerűen, nem szabályszerűen, szabálytalanul. Tehát lennének ilyen leágazások jobbra is, meg balra is, amivel érdemes lehetne bemenni. Hú, az aztán egy magas sarkú. Ronaher. Valamit már láttam itt, de nem tudom, mit néztem meg. Látványos volt, az biztos. Látványos, ez csak musicalekre van ráállva. Ez a színház. A feleségem nemrég a macskákat nézte meg. Meglepődött, hogy ez a sztori hát nem túl bonyolult. Hopp, elengedjük a Mercit. Ez is fordult, én mehettek erre. Amúgy tényleg indexet kirakhattak volna a srácok, hogy tudjam, hogy ki mit akar. Hát ez is olyan furán forgolódik. Most tolat? Úgy tűnik tolat. Na jó. Egy kicsit haladósabbra vegyük a figurát. Most várni kellett volna a tolató terautóra. Ez is egy irányú, de innentől már szabályosan mozgok. Vigyázzik-e, mert most sok a bringás rendőr, ki tudja, hol állnak lesben, hol tekeregnek. Legutóbb itt elől voltak. Bitte. Hát amúgy nekem is. Ouch. Többen ezt a makettet már ismerhetik. Jártam erre. Jó, menjünk ide be az árnyékba egy picit. Már vannak zegzugos utcák, csak tehát haladni is kellene. És már mindjárt vagyunk a Svédenplacon. Mutassak nektek valami szépet. Teszek egy kis karikát. Nem tudjátok eldönteni, mit akartok, Istenem, megmutatom. Itt elfordulok, már ott arra kéne menni. Egy pici karikát teszek. Mutassak cuki kis utcát. Itt az elsőben sok ilyen utca van, na ez meg miért nem tud haladni. Na, te mit akarsz? Tolat? Nem tudom, nem tudja. Itt is el lehetne menni, ez is egy cuki kis utca. Én meg keresztül lehet menni, csak nagyon rázni fog a kamera. Jó van, lefogom a kamerát. Fölállok, hogy ne az ülésen legyek. Már így kevésbé remeg. Jó, itt meg nagyobb kerek lesznek. Fejj le. Hű, ez jó megállt itt. Jó, hát akkor mindenképpen fel kell menni. Nagy kipakolások vannak, ahogy látom. Még lesz egy cuki templom, egy ortodox templom, és aztán vége van ennek az adásnak. De ez meg pont kitakarja. Előttünk meg dugó van. Oké, okay, középen csámborok.
Ott van, de hát most ez a... Jól van, meg kell előzni. Ja, ennyire van itt dugulva. Hát előfordul. De ez itt szép. Valamennyit azért kaptuk. Ó, egy... Hopp, 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 sorry. Á, most már értem, hogy a dugulás. Hát én pont ott haladni. Tank. És ez a mi apotékénk. Amúgy itt van a bécsi napló. Apotéke, apotéke. A Svédenplatzon megy az élet. Itt egy jó fagyizó. A rendőr, nem rendőr, az park sheriff meg bünteti ezt az autót. Na jó van. Hello, hello.